Melyik a legjobb gumi utcára? Mekkora nyomást csak a gumikba? Pálya gumi utcára? Ucai gumi pályára? Hogyan melegítsen fel a gumikat? Érdemes használt gumit venni? Sziasztok, én Péter vagyok, és ez itt a Lost Biker csatorna. A mai videó az utcai gumikról fog szólni, és ehhez van egy vendégem, akivel ezentúl elég sok videót fogunk együtt csinálni, és ő nem más, mint Lővei Ádám. Hello, sziasztok! Ádám, bemutatkozol pár szóban, mert téged még nem ismernek az én csatornám nézői, úgyhogy mesélj magadról. Oké, okay. felmerülhet a kérdés, hogy ugye most gumikról készítünk egy adást, az utcai motorgumikról, és hogy, hogy, mégis most milyen jogon jövök én ahhoz, hogy itt okoskodjak a gumikról. Hát ki vagyok én, hogy itt megmondjam a tutit. Az a helyzet, hogy én 20 éve foglalkozom motoros újságírással, voltam a Superbank magazinnak főszerkesztője egy időben, meg a motorrevűnek is, utána egy ideig a főszerkesztőjeként dolgoztam, aztán dolgoztam még tovább a Superbike-nak, meg szabadúszó úszó újságíróként meg elkezdtem videókat csinálni, meg Országos plakátkampányt szerveztem, ami a motorosokra hívta fel a figyelmet, mármint az autósok figyelmét a motorosok. Hát, ez, ilyen, ez ilyen biztonsági vagy? Ez egy országos baleset megelőzési kampány volt, a motorosokra hívta fel a figyelmet. Biztos, te is láttad egy autónak a tükre, benne egy motoros figyeljünk rájuk, figyeljünk egymásra, ezek voltak a feliratok, ment sok évig 2006-tól csináltam. Aztán írtam egy vezetéstechnikai kiadványt, a motorozésszel, az volt a címe, ez egy komplett vezetéstechnika átózéig tulajdonképpen, miként vezessünk motort, a kanyarodás, a fékezés, utassa, hogyan motorozunk esőben, stb. stb. Nekem is itt van egy példány a polcomon. És aztán elkezdtem foglalkozni vezetéstechnikával, dolgoztam a Hungaroring Motoros Akadémiánál, illetve egy idő után elkezdtem saját képzéseket csinálni, mert egyszerűen volt rá igény, megkerestek, hogy privát Képzéseket tartsak, pályamotoros képzést is tartok, közúti képzést is. Most már vannak olyan képzéseink, amit közösen tartunk, Robbákianival, Német Andrissal, és olyankor teljes egész napos pályamotoros képzést tartunk, csak a miénk a versenypálya. Na szóval. Ennek a rengeteg rizsának az a lényege, hogy az elmúlt húsz évben szereztem egy csomó tapasztalatot a motorgumikkal kapcsolatban. Motoros újságíróként rengeteg motort tudtam tesztelni, rengeteg gumit tudtam tesztelni. Voltak speciálisan gumitesztek, amikor egy újonnan bemutatkozó gumitípust teszteltünk, vagy akár többet. Volt a Metzlernek tesztjén, Bristolnak tesztjén. Nyilván itt ki kell szűrni azt, hogy, hogy mi az, ami a marketing rizsa, amit el akar adni az adott gyártó, meg mi az, ami ami tényleges, hasznos, fontos információ, és aztán hogy mi az, amit az ember tapasztal. És akkor ilyenkor teszteltük különböző motorokkal, közúton is, versenypályán is az adott gumikat, úgyhogy ezek elég, elég átfogó képet tudtak adni. Szoktam pályázni, rendszeresen pályánapokon veszek részt, korábban versenyezgettem egy picit, egyszer volt egy olyan, amikor Profi versenyen indultunk egy, egy Endurance-on, nemzetközi mezőnyben, az is nagyon jó pofa volt. Szóval, hogy ezt a sok-sok tapasztalatot, amit szereztem, és rengeteg szakemberrel beszélgettem ugye ezáltal, hogy rengeteg ilyen cikk készült, meg videók készültek, ezeket szeretném megosztani most veletek. Ádám, mi az egész napos pályamotoros képzéseden találkoztunk, illetve én jelentkeztem erre a képzésedre, de előtte egy héttel kimentem az Euroringre, és hát meglestelek, mert éppen akkor VIP képzést tartottál két srácnak, emlékszem is egy Kawasaki, meg egy Ducati Pányigále volt ott, és hát meglestelek, hogy hogy oktatsz, és hát borzasztó hitelesen nézett ki ez a dolog kívülről. Azt kell mondjam nektek, srácok, hogy egy újabb ember bekerült abba a fajta csapatba, ahova én a nagyon hiteles embereket szoktam sorolni, nagyon kevesen vannak, és Ádám, te első ránézésre, ahogy ott oktattál, ahogy, ahogy, mentetek együtt a három motor, a két tanítvány meg tehát én majdnem leszálltam a motorról, mert azt hittem, hogy állok. Utána oda mentem hozzád, egy kicsit beszélgettünk, kiderült már, te is emlékeztél, te is láttál pár videómat, úgyhogy megvolt az első ilyen ismerkedés, kicsit beszélgettünk, aztán még kicsit hallgatóztam, úgyhogy mégis miket oktatsz, hogy oktatsz, és hát az jött le, hogy hozzá szívesen mennék tanulni, tőled szívesen lesnék el dolgokat, mert nagyon hiteles ember vagy a motorozásban. Köszípeti most már tényleg zavarba hoz azért, de köszönöm szépen ezt a sok jó szót. Hát igen, mi úgy találkoztunk, hogy uh, elkezdtünk beszélgetni, és, és mi rájöttünk, hogy hasonló gondolkodású emberek vagyunk, és láttam Petiben azt a profizmust, uh, amivel ő a videókat készíti. Gyakorlatilag ő a hazai motoros turázás audiovizuális megjelenítésének a nagyágyúja, mondjuk a... így, egy gyönyörű videókat csinál. Most már elég egymás Volt, szóval térjünk a lényegre, hogy a, ott elkezdtünk beszélgetni, és, és, rájöttünk, hogy az, milyen jó kis anyagokat tudnánk együtt készíteni. Egyszerűen jókat dumáltunk, és az, az, volt a konklúzió, hogy ezeket föl kéne venni videóra, és megosztani a nagy közönséggel, mert egy csomó hasznos infót tudunk így átadni. Mivel most az én csatornámon vagyunk, Ádám a vendég, meg szeretnének kérni benneteket, hogy Ádám csatornájára is iratkozzatok föl, a Motoros Jogi csatornára. A linket megtaláljátok a leírásban. Illetve, ha még nem iratkoztatok föl, akkor az én csatornámra is iratkozzatok föl, hiszen nekünk, videót készítő youtubereknek ez a legfontosabb fokmérő, akkor tudjuk hogy érdemes csinálnunk, ha minél több feliratkozónk van. Úgyhogy léci, feliratkozás, harangikon, hogy értesüljetek a legújabb videókról, és most pedig már tényleg térjünk rá az utcai gumikra. Azt hiszed, Peti, hogy rátérünk az utcai gumikra mi? Még mindig kihagytunk egy dolgot a bevezetőkből, hogy mégis magyarázzuk el, mi ez, hogy motoros jogi. Onnan jött ez a történet, hogy elkezdtem 10 éve jogával foglalkozni, és valami hasznos volt a motorozásban, és sokkal jobban tudok odafigyelni arra, hogy mit csinálok a motoron, sokkal jobban érzem, hogy mit csinálnak a végtagjaim, sokkal fókuszáltabb vagyok ez különösen pályamotorozásnál, de az utcai motorozásnál is ugyanúgy nagyon-nagyon hasznos. Főállásban van egy jóga stúdiónk a feleségemmel, és az, annak a menedzselését végzem. Itt a motoros témák mellett, meg a pályamotorozás, meg, a, meg az utcai motorozás oktatás mellett, úgyhogy innen jött ez a motoros jogi név. Ezzel még tartoztunk a nézőknek, és most már tényleg beszélünk a gumikról. <laughs> Igen, és ezt úgy fogjuk csinálni, hogy összeírtunk egy csomó szempontot, hogy mikről kell beszélni a gumik kapcsán. Ezekről csináltunk egy listát, és én fogok kérdezni, Ádám, te pedig válaszolsz. Tehát az első dolog, amit meg szeretnék tőled kérdezni, hogy tényleg a gumi a legfontosabb része a motoron? A legfontosabb alkatrész, igen, hiszen ugye azzal érintkezik a motor a talajja. Egy nem megfelelő gumi az egyszerűen hazavágja a motorozás élményét. És hát miért motorozunk? Mert egy élmény motorozni. Nyilván van egy kevés ember, aki közlekedési eszköznek használja a motor de a nagy többség az, az élmény miatt motorozik, és egy rossz gumival nem csak az van, hogy, hogy pont -e veszélyes, mert megcsúszik, hanem az is, hogy, hogy elrontja egyszerűen az élményt, hogy, hogy, hogy stresszelsz, hogy nem tudsz önfeledten motorozni. A rossz alatt az állapotát érted, vagy, a, vagy eleve azt, hogy rosszul választottál? Is is, mind a kettő. Tehát lehet az, hogy nem a felhasználásnak megfelelő gumit választottál, meg lehet az is, hogyha egy, egy rossz állapotú gumi, az, az meg ö, elveszi a motornak a, azokat a tulajdonságait, amik egyébként egy jó gumival meglennének. Szóval kockára kopott gumit akkor nem is érdemes használni, ugye? Nagyon nem, az pont eléggé haza tudja vágni az élményt, ugyanis a motorgumiknak van egy bizonyos íve, és hogyha nagyon sokat használtál egy gumit, főleg, hogyha sokat mentél egyenesen, főleg, hogyha sokat mentél mondjuk autópályán nagy tempóval, akkor nagyon elkopik a guminak a közepe. Itt, ahogy ezen a képen is látjátok, így néz ki egy kockára kopott gumi, és akkor a gyárihoz képest, amikor erről a középen simára kopott felületről elkezdett dönteni a motor, akkor át kell dönteni egy ív egyen élen. Amíg azon át döntöd, addig tök bizonytalan érzés. Utána már, amikor a lapon fekszik a motor, akkor jó, ha eljutsz addig. Nem mindenki jut el addig. Van, aki pont ezen a részen pilinckázik, mert nem mer olyan kanyar sebességet, meg olyan dőlésszöget elérni, hát annak a lehető legrosszabb. És akkor egy új gumit, és mintha egy másik motorra ültél volna. Következő kérdésnek azt írtuk föl, hogy milyen motorhoz, milyen kategóriájú gumit válasszak. A legfontosabb az, hogy olyan gumit válasz, ami a te felhasználási területet. Tehát mit szeretsz csinálni? Csak szerpentinekre jársz, és csak kanyarogni szeretsz, és, ez a lényeg, hogy jó legyen a tapadás kanyarban, akkor egyértelmű, hogy egy utcai sportgumit érdemes választani. Túrázni szeretsz, hosszú utakra mész, de szeretsz elmenni kanyarogni is, akkor érdemes egy olyan utcai sportgumit választani, ami mondjuk két komponensű, a közepe az egy keményebb, a széle az lágyabb, mind a két felhasználási területnek megfelel. Ha nem annyira a kanyarvadászat a lényeg, hanem csak inkább maga a motorozás, az, hogy motorral mennyire le lából vébe, vagy hogy eljutsál, elmérni hosszú túrákra, akkor, akkor egyértelműen túragumit érdemes választani. Már csak azért is, mert ezek esőben általában jobbak, és ha túrázni mész, akkor előfordulhat, hogy elkap az eső. Ha pedig pályázni mész, az a lényeg, hogy mi a preferencia? Az, hogy elsősorban utcán mész, és néha elmész pályázni, ekkor érdemes egy olyan gumit venni, ami vagy egy utcai sportgumiból egy nagyon tapadós fajta, vagy egy ilyen átmenet, hogy fél utcai félpálya utolsó kategória az, amikor már majdnem pálya gumi, de pont úgy meg van csinálva, hogy még a rendőr megengedje neked, hogy utcán használhast, hogy eljussál a napra, De igazából a túragumi az borzasztó módon bírja a, a, hosszú távú használatot, a sportgumi, ugye az pedig borzasztóan tapad, szemben a túragumi valaminek ugye lehet, hogy a tapadása nem annyira jó bizonyos körülmények között, viszont a sportgumi meg lehet, hogy csak 3000 kilométert fog elmenni neked, ellenben mondjuk egy túragumi valami, meg lehet, hogy 15 ezret. Az a helyzet, hogy, hogy valamit valamiért. Tehát, ha tapadást szeretnénk, akkor, akkor kell egy jó sportgumi, vagy félpályagumi, de hát az igen, az sokkal hamarabb elkopik. Viszont olyan élményt ad, olyan tapadást ad, hogy az, az fantasztikus. Viszont esőben meg az nem, nem lesz olyan jó, mint egy túragumi, ami meg a kifejezetten úgy van kitalálva, meg úgy van kialakítva a mintázata, hogy sokkal jobban elvezesse a vizet, sokkal jobban fogjon a nedves körülmények között. Egy pályaguminak a szélén jellemzően már nincs is minta, hogy jobban tapadjon ugye száraz körülmények között, lapon Fordulva. Ez az egyes számú dolog, hogy te mire akarod használni a motort ez, döntsd el fejbe. Egyébként ezt csomóan elrontják a motorválasztás kapcsán is, hogy ah, oh, nekem mm. nagyon tetszik a CBR 600 rr és akkor olyat veszek már, hogy ez milyen dögös motor. És utána elmegy vele túrázni. És utána elmegy vele túrázni, vagy mm. még nincs annyi tapasztalata, és ezért kényelmetlen neki a sportmotor. Tehát a sportmotoroknak az ülés pozíciója azért olyan, amilyen, hogy hatékony legyen vele menni a pályán. De még van, akinek még a pályán is jobb egy csupasz motor, azért ahhoz kell egy bizonyos tapasztalat, meg egy bizonyos sebesség, hogy egy sportmotoron otthonosan tudj mozogni. És van, aki meg viszi magán a csaját is túrázni Olaszországban sportmotoron. Én a csaja helyében nem lennék. Igen. Több szempontból se, de azért ott ücsörögni azon a kicsi hátsó ülésen, hát Olaszországig autópályán, na jó. Szóval ez a, ez a lényeg, hogy ez szerint válasz gumit, hogy te mire akarod használni? Ádám, és neked melyik a kedvenc gumid? Én sokat járok versenypályára, de lábom megyek le a versenypályára, ezért a, a triumfon, amit ilyenkor használok, azon egy olyan utcai sportgumi van, ami már így kacsingat a fá pálya felé, ez a Pirelli Diablo Rosso Korza, van ennek egy utódja, a Diablo Rosso Korza 2, Nekem jobban bejön a régebbi. Azért, mert egyszerűen azt érzem, hogy, hogy valahogy jobban kidolgozza az út egyenletlenségeket A kettes széria az egy kicsit olyan rugalmatlanabbnak tűn nekem. De mondjuk ezek már ilyen, ilyen szélsőséges helyzetben, tehát mondjuk az Euroringen van egy olyan keresztbord az egyik gyors kanyarban, ahol már úgy mész át rajta, hogy közve karcol a láttartó, és akkor ott azt éreztem, hogy az egyessel jobb volt, mint a, a, kettes. Úgyhogy nekem ez a kedvencem. És neked? Én Metzler párti vagyok. Igazából nem is tudom, hogy miért. Talán azért, mert olyan exotikusan hangzott a neve, vagy a fene tudja. Valami valamiért úgy gondoltam, hogy az nekem jó lesz, elkezdtem olvasgatni, és megtaláltam az M7RR nevezetű utcai sportgumit. Annak az volt a nagy tudása, hogy nagyon jól bírja a hőmérséklet ingadozást, tehát amikor este jössz haza egy szerpentinezésből, és hirtelen lehűl, lemegy a nap, és hirtelen lehűl minden, ezt ő nagyon jól tolerálja, illetve esőben nagyon jól viselkedik. És mind a kettőt volt szerencsém megtapasztalni. Egyrészt a lehűlést azt mindenképpen korzikán, amikor fölmentem, korzik a legmagasabb pontjára, ott azért hó volt meg minden, és előtte pedig a tengerparti szerpentinen meg 20-25 fok, és fantasztikus, jól fölmelegíthető gumi jó úton, szóval ezt nagyon jól bírja. Írta, illetve többször volt olyan esetem, hogy elkapott az eső, és összefüggő vízréteg volt már az úton, ahol egy autóval fölúsztam volna, ilyen aquaplaning lett volna, viszont ezzel a gumival nem történt semmi, 80-100-110-es tempóval hasítottam. egyszer nem éreztem a motoron bizonytalanságot. Egyébként a, a, motorgumik alapvetően nem jellemző rájuk, hogy ilyen aquaplaning előfordulna, mert ugye az autógumi az teljesen lapos, jól mondom, négyzet alakú, a motorgumik pedig ívesek, tehát azok átvágják a vizet tulajdonképpen. Na és akkor most a BMW-re már ennek a Messler M7 RR-nek az utódját, a Messler M9 RR-t vettem. Nagyon jó vizsgázott, el is koptattam két hét alatt. A most futó tavalyi Alpok túrámnak két hete az meg is ette ezt a gumit, ugye ott a Loire elmentem. Sajnos volt benne egy 1500-2000 km autópálya is, de mindig vigyáztam rá, hogy inkább 110-zel menjek az autópálya, hogy ne fogjon el a gumi, mire odaérek a jó részekre. Úgyhogy maradt is belőle, de Svájcba azért ott a jó koptatós aszfalton, hát azért ott egy kicsit megkínoztam. Most a következő epizódban ami jön majd látjátok is. Aztán ezzel értem haza, ezen még annyi volt, hogy még el tudtam menni az Euroringre, ahol meglestelek, de ott meg is beszéltük, hogy ezzel a gumival már az oktatásra ne jöjjek, úgyhogy visszaraktam a bridgestone amivel szállították a motort, az még tart, azóta is az van rajta. Igazából tapad az is, úgyhogy az én motoros tudásomhoz, meg ahhoz az erőhöz, amit én átviszek a pályára, egyelőre ahhoz még azért az eredeti gumi a motornak is tökéletesen megfelelt. Következő kategória Ádám, amiről beszélnünk kell, hogy mennyi idős gumit vehetek meg és akkor beszéljünk talán a dot számról is. A dot szám az egy négyegyű száma a guminak az oldalán. Az első kettő az a hetet, a második az évet jelenti, hogy mikor gyártották a gumit. Hogyha egy gumi nem volt még használva, akkor lehet akár 4-5-6 éves is, nyugodtan föl lehet rakni. Az a lényeg, hogy megfelelőképpen legyen tárolva, ha nem érte tűző fény, nem volt fagyban, nem volt rápakolva a két tonna súly, akkor az a gumi, ha még nem volt használva, az 4-5-6 évesen is egy új gumi, és a fölrakod, az úgy fog viselkedni, mint egy egyéves éves gumi. Viszont, hogyha egy gumit már egyszer használtak, akkor onnantól kezdve kezdenek el romlani a tulajdonságok, tehát egy, egy hat éves használt gumi az, az mázi meggondolandó. Értsük azt, hogy ha egy gumi hat évig áll a raktárban, de vadi új rajta van még ez a leválasztó réteg, akkor azt nyugodtan megvehetjük, ha egy gumi egy éves korába ment egy kört az Euroringen, aztán a tulajdonosa rájött, hogy ő nem is szereti ezt a fajta gumit, levette, felrakott egy másikat, majd öt év múlva megtalálja, és azt mondja, hogy itt van, tessék, használd, akkor az nem annyira jó. Vagy... Többet veszít a teljesítményéből, igen, az már nem olyan lesz, mint amikor egy éves korában volt használt, hanem öt éves korára annak ellenére, hogy nem ment vele többet, de úgy állt, hogy már használt volt, az lehet, hogy már csak mit tudom olyan 70%-os lesz. Következő kérdés, amivel ti is nagyon sokat szoktatok foglalkozni, mert számtalanszor láttam már, már, hogy emberek guminyomást állítanak. Ádám, állítsunk guminyomást? Mi a helyzet ezzel? Mindenképpen érdemes a guminyomást sokkal sűrűbben nézegetni a motoron, mint mondjuk egy autónál. Alapvetően utcára teljesen jó a gyári érték, amit megadnak. Ez a legtöbbször elő 2,5, hátul 2,9 bár szokott lenni, vagy van, amikor 2,5, 2,5 elől hátul. Ha egy Picivel több tapadást szeretnél, akkor egy-két egy tizedet nyugodtan le lehet engedni. Elől 2,3, hátul a 2,9 helyett a 2,7. Picivel jobban deformálódik a gumi, de nem sokkal. Tehát, hogy annyi, hogy, hogy jobban fog egy picivel tapadni, és még nem kopik nagyon. Hogyha viszont nagyon leereszted a gumit, akkor sokkal jobban fog kopni a gumi, főleg, hogyha nagy tempóval mész egyenesen, mondjuk autópályán, mész 160 fölött jellemzően, akkor, akkor kopik nagyon a guminak a közepe. Viszont, hogyha szerpentinezgetsz, kanyarodsz, akkor meg jobb, ha egy picit lejjebb engeded. De továbbra is csak ezt a néhány tizedet. Én tizedet javaslom, szám. igen, 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 lehet lejjebb is engedni, csak minél jobban leengeded, annál jobban megváltozik a motornak a viselkedése, és azért nem érdemes sokkal lejjebb engedni néhány tizednél, mert főleg, hogyha az első kerékben engedsz le túl sokat, akkor már nagyon bután kezd el viselkedni a motor, akkor elkezdi befordítani a kormányt, akkor, nagyon, akkor nehézkesebb lesz a kormányzás. Én a gyári nyomást ajánlom, vagy mínusz egy-két tized. Beszélgetéseink során felmerült az a kérdés, hogy gumimelegítés, és nem is értettem, hogy miről beszélsz, mert pályán értem, hogy gumimelegítő, vagy, de, de utcán az hogy, vagy, vagy mire gondolsz itt? Biztos szoktál látni, amikor elkezdenek így jobbra-balra lapolgatni. hát, az, hogy? hát azt én is csinálom. Igen, az tök jó arra, hogy lejárd a, a gumiról a sarat, előtte földúton mentél. Igazából nincs olyan nagyon nagy jelentőség ennek utcán. A gumi attól is bemelegszik, hogy használod, hogy kigyorsítasz, hogy fékezel, hogy kanyarodsz. Tehát igazából az a lényeg, hogy amikor elindulsz, akkor az első pár kilométeren úgy észre motorozzál, és ne azonnal akarjál limiten menni. Nincs úgy nagyon jelentősége ennek a, a kanyargásnak. Akkor induláskor a csomádi úton húzak egy kövér gázt, gumizzam föl az egészet, és akkor bemelegszik, vagy erre sincs szükség, csak menjek normálisan, és az is elég. Ennyi veted a lényeget, megy normálisan. Oké, okay. tehát akkor nektek is ezt tudjuk javasolni. Induláskor egy kicsit menjetek normálisan, egy néhány percig, amíg bemelegszik a gumi. <laughs> Utána is lehet normálisan menni, amúgy nem kötelező megőrülni. De. <laughs> Számomra egy nagyon furcsa kérdés következik, amit említettél, és én nem gondoltam volna, hogy ez létezik, hogy használt pályagumit, slick gumit megvágnak, hogy legyen benne minta, és ezt használják utcán. Ez, ez jó, ez szabad? Igazából nem szabad, tehát hogy nem legális, mert hogy rá van írva ezekre a gumikra, hogy not road use, tehát hogy nem közúti használatra valók, akár a a mintáspályogumik, akár a sliggumik úgy működnek, hogy egy magas hőtartományban tapadnak jól, akkor működnek. 80-100 fok között, tehát akkor, akkor tudnak tapadni egyáltalán. Ha alacsony hőfokon vannak, akkor, akkor olyan ridegek, akkor olyan, amikor jéghideg, akkor, akkor olyan, mint egy bakelit. Hogyha valaki profi motoros, és tudja, hogy ez hogy kell kezelni, és be tudja jól melegíteni, és csak a mátrába megy oda-vissza, akkor annak jó lehet. Alapvetően azért addig is el kell hogy én Nekem olyan ismerősöm, aki mondjuk a Hungaroringről haza akart menni lábon szligumival, és amikor kifordult a kapun, a második kanyarban elcsúszott, mert a hideg szligumi az nem tapadt. A másik az, hogyha történik bármilyen baleset, és akkor te vagy a hibás, akkor is, ha esetleg más kifordult eléd, de a motorodon nem utcai gumi volt, akkor is, és ha és észreveszik, akkor annyi volt. Ádám, a következő témakör az, hogy javíthatók-e a motorgumik, és itt rögtön elmesélnék egy saját történetet még a Majesty robogommal, ahol egy szlovákiai túrán már a határon gyakorlatilag le volt eresztve a gumim. Akkor még nem gondoltam, hogy defekt, azt gondoltam, hogy nem néztem a gumi nyomást elég régóta, ami ugye hiba, mint ahogy azt már megbeszéltük, hogy ezt illik sűrűbben nézni. Elindultunk, ott felfújtuk egy benzinkútnál, elindultunk Szlovákiába, majd a 14-es útnak a végén szól Andris barátom, aki jött mögöttem, hogy hát gyakorlatilag majdnem lefordul a felniről a gumi. Ekkor volt olyan 0,9 bár a nyomás. Ezt elvittük megint egy benzinkút, fölfújtuk, elvittük egy ilyen helyi kis szerelő ahol egy ilyen kis gumi megjavították, és ez olyan jól sikerült ez a javítás, hogy ezt végül is én el is felejtettem, hogy benne van, és hát sajnos még a motort így is adtam el. Nagy hibát követtem el? Ez hátsó kerék volt. Mi a helyzet ezzel a javított gumi? Az mehet a közutakon? Alapvetően nem érdemes semmit gumival menni, mert ha bármilyen probléma adód, ebből kifőleg is elesel, akkor most annyit nem ért. Az a helyzet, hogy ezek a gumikukacok egyébként tök jók, arra valók elsősorban, hogy meg tudod ott helyben javítani a gumit, és tovább tudjál menni. Most van olyan készlet, amiben nem csak ez az átszúró cucc van, meg ez a kukac, amit ki kell húzni, hanem van benne egy patron is, belenyomod a szelepbe, és fölfúj a gumit, és akkor tudsz tovább menni. De hát nyilván az az ajánlás, hogy maximum 50 km h órával, és menjen el az első szervizig, ahol megjavítatod. De akkor lehet javítani gumit, vagy nem? Le javítani lehet, hogy tovább tudja menni, de érdemes tényleg óvatosan menni addig. Hogyha átfúrod a gumit ezzel a szerszámmal, akkor ott megsérülhetnek ezek a hosszanti nullfogos acélövek, és ott megsérül az egyik, akkor az ott utána el tud pattanni, ha elpattan, akkor attól már el tud pattanni a mellette lévő is, az amellett lévő, és akkor egy szép sorba így egyszerűen szétdúran a gumi, szétnő a szerkezete. Durdefekt nem lesz egyébként egy motorgumival, de le fog ereszteni. Ne érdemes a gumin spórolni. Tehát, hogy annyira az adja az egyik legfontosabb alapját az élménynek, hogy ezen nem érdemes porolni. Pályogumit meg egyáltalán nem is javítunk, tehát az ott meg aztán végképp. De ezt majd a pályogum is videóban ki fogjuk részletezni, ami egy másik témakör lesz. Ott is rendkívül sokat fogunk dumálni, de hogy speciálisan csak a pályogumikról. Beszélgetésünk során bennem egyre inkább az a gondolat fogalmazódik meg, hogy az én konkrét esetemben a BMW-re, két garnitúra gumit fogok tartani. Lesz egy olyan garnitúra gumim, amivel hosszú távra el tudok menni, ami kibír több mint 10 kilométert, mert vannak olyan terveim, hogy több mint 10 km kilométert túrázzak. Illetve lesz egy olyan garnitúra gumim, ami valószínűleg M9RR lesz, vagy lehet, hogy kipróbálom az általad javasolt Pirellit, főleg, hogy egy cég, úgyhogy ráadásul nagyon nem is lesz különböző, azzal pedig a pálya napokra, illetve ezekre a pályás dolgokra fogok menni. A kérdés az, hogy többszöri átszerelése a gumiknak, mondjuk háromszor, négyszer is átszerelni, ez tehet valami kárta? A gumiban. Nem árt neki átleszerelni többször is. Az fontos azért, hogy amikor viszed, hogy cseréljék le, hogy jelezd, hogy te ezt a gumit el szeretnéd még tenni és használni szeretnéd, hogy óvatosan szedjék le. Azért a profi gumisoknál ez nem szokott probléma lenni, inkább akkor, amikor én, pályán lehajgálják a gumit és ott sietnek, akkor nagy igyekezetben van az, hogy egy kicsit bele marnak ott a belső részébe a guminak, ahol felfekszik, még az is használható lehet egyébként. Na de azt majd a pályagumis részben kirészletezzük, szóval nem, nyugodtan, ez egy jó megoldás, tehát nyugodtan Ha így döntök, akkor ugye lesz mindig egy garnitúra gumi, mit honnan, tárolnom kell. Kell valami? amire figyeljek a tárolás során? Igen, az nagyon fontos, hogy ne legyen tűző napfényen, meg ne legyen nudafok alatt lehetőleg, és ne pakolj rá nehéz tárgyakat. Ha mondjuk egymáson tartasz és sok garnitúra a gumit, egymáson van 10 garnitúra gumi, akkor már az alsónak annak, mint tudom, én, 60 kilót kell tartania. Alapvetően nem lesz egyébként baj a gumiknak, de a gyártók javaslata az az, hogy inkább ne pakolj rá nehéz A Amúgy teljesen mindegy tárolhatod egymáson állítva, fektetve, tök mindegy. Lényeg az, hogy ezektől az időjárási viszontagságoktól legyenek megóva. Hallottam egy olyat, hogy a hidegben a guminak a szerkezete az annyira ki tud kristályosodni, hogy akár, hogyha leejted vagy odavered valahova a, megfagyott gumit, akkor az el is törhet. Ez is a pályagumikra jellemző inkább, hogy ilyen kristályossá válik a szerkezetük, és akkor, hogyha oda csapod valahova, akkor, akkor el tud repedni, és aztán amikor fölmelegíted és használod, akkor ilyen kis repedések jelennek meg rajta, ott aztán ugye ez szét tud foszlani a gumi, de hát most ki az, aki így dobálja a gumit és oda hát csak, lehet, hogy oda lehet. Padlásról például, amikor adogatod le, és, vagy ledobálod. Erre már volt példa velem konkrétan, de hogy a gumikat így ledobáltam, mert nem volt ki segítsen, nem akartam lépcsőzni, ezt ledobáltam, akkor ezt lehet, hogy nem kell. Fél, hogyha nem volt így fagypont alatt, olyan nagy bajon nem lesz egyébként, de, mm -hmm. de, ez a lényeg, hogyha fagypont alatt van, akkor óvatosan bánjunk velük. Egyébként a gumitáról az máshogy is szóba kerülhet, hiszen a motoron is rajta van a gumi, tehát, és azt is ugye télen tároljuk. Annyi, hogy érdemes átmozgatni a motort időnként, tehát hogy ne ugyanazon a ponton terhelje egyfolytában az adott gumit, egy-két hetente kicsit aréptolni, meg hát legyen benne megfelelő nyomás, tehát legyen benne a gyári érték mindenképpen. Nyilván jó, hogyha nincsen kint a fagyban a motor, az a motornak is jobb, hogyha inkább szobahőmérsékleten van, meg hát a tűzön a fény szintén. Ádám, nekem elfogytak a kérdéseim, benned maradt -e még bármi? É, remélem, hogy megválaszoltunk minden olyan kérdést, amit itt feltettünk saját magunknak, de hogyha maradt esetleg bennetek bármilyen kérdés, amire kíváncsiak vagytok, akkor itt a kommentek között várjuk őket. Persze erről a témáról végtelenségig lehet beszélgetni, úgyhogy ha gumigyártó, gumiforgalmazó vagy bármilyen gumiszakértő úgy gondolja, hogy még folytassuk ezt a dolgot, mert hozzá tudna tenni, akkor mi állunk elébe, szívesen folytatjuk ezt a videót egy újabb epizóddal, úgyhogy keressetek meg minket, és hajrá! Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót! A következő részt, ami a pályagumikról szól, már is megtekinthetitek ide a fenti linkre, vagy a leírásban található linkre kattintva a motoros jogi csatornán. Sziasztok!